ami engem mozgat, az a bennem a zene által keltett transzcendens élmények és örömök és elmélyültségnek a csiholása. Tehát, hogy ezt minél több mindenkivel sikerüljön megosztanom. Tanárként is egy ilyen inspirációs háttér van, zeneszerzőként is nyilván a saját hangjaimmal egy ilyen transzcendens képet próbál sugározni, és hát ismeretezőként meg nyilvánvaló. Ha zongorázom vagy hegedülök, akkor is a darabban rejlő érzelmi, értelmi, lelki mélységeket, zeneszerzői tudást és örökül hagyott kvalitásokat próbálom átsugározni. A gyerekkor az egyfelől aranykort is jelentett, másodszor meg az összes fontos impulzus, érték, gondolkodásmód akkor ivódott belém. Szüleim ugye mindketten muzsikusok voltak, és hallatlan, igényes zenei nevelésben részesültem. Mindig első helyen ott állt a zene, úgyis, mint beszédtéma, úgyis, mint rádiót hallgattunk, de zongoráztak. Édesanyám is, apám is, énekeltek is. Óhatatlanul kialakult, hogy a zene a legcsodálatosabb, a legfontosabb, a minden fölött első számú. Az komolyan soha nem fordult meg a fejembe, hogy én mással foglalkozzak, mint zenével. Én direkt nem keresem a hallgatókegyét, de nem is akarom provokálni sem. Őszintén akarom megfogalmazni minden egyes darabomban a rájellemző hatásmechanizmust, és a roppant örülök, hogyha ez másban is rezonál. De ha nem, akkor nem mondom azt, hogy feltétlen rossz, amit csináltam, akkor csak azt mondom, hogy hát sajnos, akkor másképp gondolkodunk. Nem neki van igaza, és nem nekem, hanem akkor az két eltérő hozzáállás. Tehát én nem hajhászom a közönség elismerését, de nagyon örülök, hogyha ettől függetlenül megszületik. Tehát nem kikerülni akarom, nem szembe megyek vele, hanem csak, hogy hagyom, hogy megtörténjen. A hatásvadászat az riaszt, nem csak saját magamban, a nagy zenetörténeti elődökben is. Tehát bizonyos szerző, bizonyos darabjai azért nem a kedvenceim, finoman szólva, mert úgy érzem, hogy azok hatásvadászok, és ezt most nem is kortársra értem, 19. vagy akár 18. századra is netán. De a 20. is igaz, persze. Tőle ami távol áll, az a patetikus érzelmesség. És a zenei ítéletében is, ami ugye a régmúlt vagy a régebbi idők zenére vonatkozik, az, ami számára mindig az ellenszenves, amikor a struktúrának, a szerkezetnek, a formának és az abszolút zenei gondolatnak a tetején egy ilyen érzelmi hab ül. Én mindig szeretem, hogyha valakinek a zenéjében a természetét látom viszont, a mozdulatvilágát, a hangi gesztusait, tehát azt a temperamentumot, ami őt jellemzi. Mert ugyanis akkor lehet látni, hogy a zenéje nem egy megcsinált anyag, hanem az ő természetéből fakad. Azt írja, ami ő. Csik János mondta azt, hogy a zene az egy nagy akvárium, és ott van úszkálnak nagy halak, kis halak, ő nem bánja a kis hal, de hogy ebbe az akváriumban úszkált, az a lényeg. De mondhatnám másképp, Kodály mondta azt, hogy hát mindenki tegye oda maga téglát ahhoz az épülő falhoz. Persze ő ezt ugye a zene kultúrához, meg a zene pedagógiához mondta, de hát mondhatnám azt, hogy a zene szerzés, vagy az egyáltalán a zenének ez a nem Bábel tornya, hanem egy ígérő tornya, ami nem omlik össze, hogy ott is. Hát aztán oda rakom a téglámat, aztán, hogy ez most kiemelhető-e, vagy azért jó, ha ott van, kis tégla, nagy tégla, de tégla.